Tiszteletem, mivel sokatoknak volt problémája a GTA Hungary RP telepítésével, ezért összedobtam ezt a kis videót. Remélem, hasznotokra válik. Az első lépésben menjünk fel a gtarp.hu weboldalra. Ezután kattintsunk a wikire, ami elnavigál minket a GTA Hungary RP wiki oldalára, ahol sok hasznos információt találhatunk. Itt megtalálható minden szabályzat, mielőtt játszanál, ezeket alaposan olvasd át, és lehetőleg tanuld is meg. És a legfontosabb, tartsd is be! Ezután felmehetünk a RageMP oldalára, és letölthetjük a klienst. Értelemszerűen ezt megelőzően már a GTA 5-öt telepítettük. Fontos, hogy eredeti játékkal rendelkezzünk. A letöltött zip fájlt megnyitjuk, majd tartalmát telepítjük. Telepítés után megnyitjuk, majd akkor letölti a szükséges frissítéseket. A wiki oldalon megtaláljátok a Discord csoporthoz való csatlakozás linkjét, de ezt a videó leírásában is ki fogom linkelni. Erősen ajánlom, hogy regisztráljatok a fórumra is. A szerverhez szükséges modfájlokat előre is letölthetjük. Ezt Discordon úgy érhetjük el, hogy a segítség részre rákattintunk, majd fent a gombos ikonra az általában ki van pingelve. Ezen kívül a videó leírásában is megtaláljátok. Viszont azt nem garantálom, hogy napra kész. Miközben tölti le a modfájlokat, addig csatlakozzunk fel a szerverre, pontosabban kezdjük meg a csatlakozás, hogy létrehozza a szükséges mappákat. A szerver aktuális IP-jét megtaláljátok wiki oldalon, a csatlakozás a RageMP szerverhez résznél, Discordon is fent van, és a videó leírásában is kirakom, viszont ami a videó leírásában van, az nem lesz garantálta mindig friss. Miután kiírta a bal oldalt, hogy kapcsolódtuk a szerverhez, és jobbról elkezdett tölteni, ilyenkor már bezárhatjuk a játékot. Ezután az asztalon megkeresítettek a RageMP ikonját, rámentek jobb klikkel, File tartalmazó mappa megnyitása, majd megkeresítettek a Client Resources mappát, azt megnyitjátok. És ide kell áthúzni a letöltött RAR tartalmát. Ha a szerveren egy új patch érkezik, ezt a műveletet mindig meg kell ismételni, hogy ne terheljük a szervert a letöltéssel. Ezután csatlakozhatunk a szerverre, és regisztrálhatunk. Miután a karaktert is megcsináltuk, utána beírhatod a meghívót kódját. Ezzel ő is, meg te is kaptok egy kis jutalmat. Tudomásom szerint, ha te, mint új regisztrált játékos, egy telefont kapsz, egy okostelefont, és némi pénzt. A meghívód meg 500 TP-t, ami valós 500 forintnak megfelelő prémium pénz, amit ruhákra, tetoválásokra és különböző optikai cuccokra lehet elkölteni. Ha nincs senki, aki küldene neked kódot, akkor nyugodtan használd az enyémet, amit a videó leírásában megtalálsz. Ezzel nekem is kedveznél. Ezután a képernyőn megjelenik az ID-d, a társítási kulcsod és a használata. Most nem kell más tenned, mint ezeket vagy leírni, vagy lefotózni, de lényeg az, hogy tudd. Ezután fel kell menni Discordra, majd jobb oldalt rá kell írni a botra egy privát üzenetet. Be kell neki írnod a felkiáltójel vizsgaparancsot, és le kell tenned egy sikeres RP vizsgát. Sikeres vizsga után társítanunk kell a karakterünket, amit felkiáltójel társít szóköz ID szóköz kulcs használatával tudod. Értelemszerűen az ID helyére mindenki a saját ID-jét beírja, a kulcs helyére meg a saját társítási kulcsát. Ezután csatlakozhatsz ismét a szerverre, és elkezdheted a virtuális életed. Kellemes játékot kívánok!